község lakóinak nagy örömére végre megnyithatta kapuit az Egészségmegőrző Egyesület gyógyítóháza, ahol nagy szeretettel várják a fit és élettel teli életmódra vágyó lakókat a kisgyerekektől egészen az idősekig. Ők mindig támogatnak engem, és én is támogatom őket, ezért jöttem el örömmel a bemutat, vagy a megnyitóra, itt leszek egy darabig. Mindent megnézek, és aztán megyek haza, és majd többször fogok jönni. Mindenféle kezelésre, mert sajnos én is elég idős vagyok sok problémával, és ezért is jó, hogy ez a hely itt van. Az Egyesületnek 2 évvel ezelőtt pályázati úton sikerült ingatlanhoz jutni, amit példaértékű összefogással felújítottak, így végre megvalósíthatták tervüket, hogy az emberekhez közelebb hozzák az egészségtudatos életmódot. De ez a ház még akár egy közösségi házként is funkcionálhat, mert nagyon sokan vannak, akik várták már, hogy legyen egy hely, ahol összejöhetnek. Nagyon örülök neki, mert most van egy hely, ahova lehet jönni. Régen várt a község erre, vagyis az emberek mi, hogy legyen egy ilyen, ahova bátran jöhetünk. Itt sok minden megfér. Egészségügyi előadásukat már előzőleg is volt, de így akkor most van helye végül is, és hát ez az épület, hogy pályázatot megkapták, ez nagyon jó, mert ez egy elhanyagolt volt, lehet mondani, hogy egy patkánytanya volt régebben, és ez a Juditka többi munkatársával, vagy az Egyesület többi tagjaival együtt, hát ezt évvarrásolták, tehát végül is nagyon, nagyon lelkesek, tehát minden nap, mert előttünk jöttek el, és minden nap jöttek, és hol ezzel, hol azzal, tehát mindig valamivel, hogy elkészüljön, és én is már voltam, többször voltam itt, és örülök, mikor látom, hogy most ezzel is szépült. Ide jöhetünk, és jövünk is, én úgy gondolom, én is szeretnék jönni, annak ellenére, hogy idősebb vagyok, meg minden, de én is akarok, és mindig akarok tanulni, és itt meg lehet, mert az egészséggel kapcsolatos, ugye Egészségmegőrző Egyesület, és hát már voltunk is előadásokon, gyakorlatban is kipróbáltuk, úgyhogy hát én csak jót tudok mondani, és örülünk neki, örülünk ennek a szép napnak. Ezen a napon mindenki ingyen vehetett részt masszázson, csontkovácsoláson, energetikai kezelésen. A gyerekeket pedig csillámtetoválás, arcfestés, kézműves foglalkozás is várta. Délután még rendőrségi bemutatót is tartottak, és happarti is volt a kicsiknek. Ennek a háznak a létrehozásakor az volt a cél, hogy legyen egy hely, ahová elvonulhatnak az emberek kikapcsolódni, gyógyulni. Mi 9 éve alakultunk, és ugye nagy tervünk volt, hogy saját önálló házunk legyen, a gyógyító házunk. Ez 2 éve sikerült a Bertalan Alapítvány segítségével. Nyertünk egy pályázatot, meg tudtuk vásárolni a házat, és azóta mi magunk önkéntesekkel és az egyesületi tagokkal felújítottuk. És hát szeretnénk mindenféle, ami az egészséggel kapcsolatos dolgot csinálni, jogázni, tornázni, időskori tornát, gyerekjogát, akkor ilyen mindenféle gyógynövényes dolgokat. A 9 éve fennálló egyesület szívesen fogadja új tagok jelentkezését is. Aki szeretne egy összetartó családias közösség tagja lenni, energetikus, egészséges életet élni, azt nagy szeretettel várják.